kivárt egy jó ideig a Nemzetközi IAS Szövetség az idei világversenyekkel kapcsolatosan, de a közeli napokban megszületett a végső döntés. Miszerint elmarad az idén mind az Európa-bajnokság, mind a világbajnokság. Ez utóbbi, mint arról korábban már beszámoltunk, a Szekszárd melletti sötét völgyben került volna megrendezésre. A világbajnokságot, ami 2020. augusztus 9-15-ig zajlott volna Szekszárdon és Sötétvölgyben, egy évvel később kerül megrendezésre. A pontos időpont és helyszín tekintetében még nem tudunk nyilatkozni, hiszen az eddigi együttműködőinkkel is ugye ezt meg kell beszélni, és egyességet kell kötni, hogy ezt hogyan és milyen formában tudjuk megrendezni. Tekintettel arra, hogy az idén Európa-bajnokság is elmarad, a Nemzetközi Szövetség a napokban úgy döntött, amire eddig még nem volt példa, hogy jövőre az EB és a VB együtt egy helyszínen lesz a 3D-s kategóriába. Szekszárd, amely elnyerte már az idén a rendezési jogot, ha nem áll el ettől a szándékától, jó eséllyel pályázhat újra a sporták történeti csúcsesemény megrendezésére. Még nincs meg az együttes EB-VB konkrét időpontja, a kandidálás előtt a Szekszárdi Szervezőbizottság elnökének, korábbi kitűnő IASZ-nak, Alexandra Maneának újra le kell ülnie tárgyalnia a szekszárdi városvezetéssel, a szponzorokkal, egyéb segítőkkel, tudják-e vállalni a világverseny megrendezésével járó költségeket az új helyzetben. Szekszárdnak ugyanis voltak és vannak is továbbra komoly versenytársai a rendezést illetően. Az eddigi együttműködőkkel, várossal meg kell kötni újra a szerződéseket. Természetesen én szeretném, hogy Szekszárdra kerüljön újra ez a óriási rendezvény, mert ez egy nagy lehetőség itt nem csak Szekszárdnak, hanem a környéknek sok mindenféle szempontból. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen gazdasági helyzet után, ami ez az újfajta koronavírus miatt ugye kialakul, pont még jól is jöhetne itt a helyi gazdaságnak. Eredetileg egri helyszínnel nyerte el a Magyar Szövetség a VB rendezését, és több idegenforgalmi vonzerővel bíró magyar város is azonnal rástartolna a rendezésre, ha újra szabad lenne a pálya e tekintetben. Vannak azért itt más városok, akik ugyanilyen jó feltételekkel rendelkeznek szakmailag, mint például akár Visegrád vagy Sopron, ahol egy ilyen világversenyt le lehet bonyolítani. Szekszárdnak az itteni IASZ élet szervezettsége, sötét völgy, páratlan adottságai, a bemutatott versenypályák színvonala okán megvan az esélye arra, hogy minden idők legnagyobb IASZ VB-jének legyen a helyszíne jövőre. 6 pályát terveztünk fölépíteni, 3 pályát a Tolnai Tájak IASZ Egyesület, 3 pályát pedig az Aliszka Nyilai IASZ Egyesület, mind a ketten nagyon erős klubok itt Szekszárdon, és az ő szakmai munkájukkal ez egy abszolút sikeres dolog tud lenni. Ugye Szekszárd és Sötétvölgynek a specialitása az, hogy egy bázissal mind a 6 pályát föl lehet építeni. Az 1992-es szekszárdi súlyemelő Európa-bajnoksághoz hasonlóan komoly turisztikai hatása is lenne az IASZ VB-nek. A kísérőkkel együtt közel 1500 ember érkezne több napra Szekszárdra, illetve környékére.